Köszöntöm Önöket, a minőségi időt látják. A tinédzserek több mint fele nem elégedett a testével. De vajon mit is jelent pontosan a testképzavar, mi váltja ki és mit lehet tenni ellene? Erről beszélgetünk mai adásunkban vendégemmel, Bacsa Hédi, a Lélekfogadó alapítójával. Köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm. Hogyan is lehet pontosan definiálni, hogy mi is az a testképzavar? Ahhoz, hogy a testképzavart definiáljuk, ahhoz talán szükséges lenne először magát a testképet definiálni. A testkép az egy belső tudati képünk, a testünknek egy belső tudati leképeződése, ami nem feltétlenül csak képeket, hanem élményeket, tapasztalatokat is jelent, amire hatással van a környezetünk, hatással van a születési családunkból hozott minta, és még nagyon sok minden más is, a kapcsolataink is például. És akkor ebből adódóan a testképzavar mit jelent? És ennek egy deformitása a testképzavar, amikor valakinek a tudatában egy olyan kép él, ilyen értelemben, a saját testét illetően, ami őt zavarja, ami őt kényszeressé teszi, ami gátolja akár például a kapcsolódásait, a kapcsolatait is. Mik ennek a tünetei, hogyan lehet ezt felismerni? Az első és leggyakoribb tünete az, hogy valaki észrevesz, hogy állandóan figyelgeti a testét. Ez megnyilvánulhat például abban is, hogy állandóan kényszeresen méri a test súlyát. Itt nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy valaki ellenőrzi a test súlyát, vagy valaki kényszeresen állandóan ellenőrzi, mert ha éppen nem ellenőrzi, akkor attól rosszul érzi magát. Tehát a kényszeresség az egy ilyen kulcs fogalom ebben a testképzavarban. Ilyen tünet lehet például az evészavar, ilyen tünet lehet például az is, hogy valaki állandóan az étkezésével foglalkozik, vagy például az is, hogy az edzést méregeti, és mondjuk bűntudata van, hogyha valami miatt nem ment el edzeni. Például lehet a szégyen, lehet az undor, lehet a düh, a harag a testképzavarnak a jele, de ugyanakkor lehet például a depresszió is. Milyen korosztályokat érint általában ez a probléma? Régebben inkább a felnőtt korosztályra volt ez jellemző, és javarészt a hölgyek körét érintette. Ma már nagyon-nagyon sok férfi küzd ezzel a problémával. Önálluk általában nem a karcsúság a cél, hanem inkább az, hogy minél nagyobb izomzatot növesszenek, vagy esetleg mondjuk a hajuk, hajhullás állapota is befolyásolja a testképüket. Ami egy nagyon szomorú jelenség ma a világban, és már Magyarországon is nagyon-nagyon jelentős mértéket öltött, az, hogy a tinédzsereket is és a gyerekeket is bizony érinti ez a probléma. Mielőtt rátérnénk ennek okaira, kérem arra válaszoljon, hogy egyébként mi a határ, az egészséges határ, hogy valóban valaki azért foglalkozik a testével, hogy kicsit megelégedve nézhessen a tükörbe, és azt mondhassa, hogy na igen, sikerült leadnom egy-két kilót, vagy bármi ilyesmi, és hol van már az a határ, hogy én kényszeresen nézem azt, hogy mennyit fogytam, mekkora a derekam. Ez az, amire az előbb utaltam, ez a kényszeresség. Tehát a testképzavarban szenvedő emberek, azok sajnos nem érzik jól magukat, akkor sem, ha lefogytak 2 kilót, akkor sem, ha lefogytak 10-et, akkor sem, hogyha nagyon vékonyak, és mondjuk híztak 5-öt, akkor sem, hogyha elmegy egy plasztikai beavatkozásra, és ide-oda betöltöttek egy kis ezt-azt, utána megy, és folytatja, és keresi az újabb és az újabb változtatási lehetőségeket. Igazából a változtatás kényszeres volt az, ami leginkább rámutat erre. Mik válthatják ki ezt a testképzavart, akár a médiát, ha vesszük, vagy a családi mintákat, mit kell erről tudni? Elsődlegesen a családi minta hat arra, hogy egy embernek hogyan alakul a testképe. A szülői tükrözés az, hogy az embernek a szülei hogyan gondolkodnak, hogyan éreznek a saját testükkel kapcsolatban, az bizony megjelenik a gyerekeknél is. Hiszen a gyermek ugye elsődlegesen nem a verbális kommunikációt követi, azt veszi mintául, hanem a viselkedést, és érzékeli az érzelmi viszonyulásait a szüleinek a saját testüket illetően. A másik pedig ugye, ha jól gondolom, a közösségi média, hogy nagyon sok
divat és minden egyéb oldal a vékonyságot, a tökéletes testalkatot erősíti, a tinédzserekre ez milyen hatással lehet? Nagyon-nagyon-nagyon megterheli őket. Ugye amúgy is a tinédzser korosztályban jellemző egy bizonytalan én kép. Keressük magunkat tinédzser korunkba. Ki is vagyok, ki is leszek, ki lehetek. És mindenfelől a mostani tinédzserekre ömlik rá az információ, különböző képek formájában. Itt azért nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ezek a képek, ezek nem valóságosak, amikhez megpróbálják mérni magukat, hiszen biztosan ön is ismeri, tele van az internet és a telefon mindenféle ilyen applikációkkal, amivel gyönyörű, szép szelfiket lehet készíteni, tökéletes alakot varázsolni, tökéletes arcot varázsolni, de hát ez nem valóságos. Ugyanakkor egy tinédzser azt tekinti mércének, az a viszonyítási alap, és ahhoz méri magát. És természetesen ott van rögtön a csalódás, hiszen olyannak, mint egy mesterséges kép, olyannak nem tudja megváltoztatni a testét, az arcát, ilyen-olyan implantátumokkal sem. És most egy picit előre szaladtam, mert sajnos tinédzserkorban már megjelenik az, hogy esztétikai beavatkozásokat is használnak ahhoz, hogy a vágyott testképet kialakítsák maguknak. És mit lehet tenni ezzel ellen? Például egy tinédzser lányt hogyan lehet meggyőzni arról, hogy semmi szüksége a fogyókúrára, és ugye, mint fejlődő szervezetnek még kifejezetten káros is, hogyha diétázik, fogyókúrázik. Ugye a tinédzser körben a gyerekek, a fiatalok még javarészt a családdal laknak, szerencsés esetben. A családja válogatja, hogy ez szerencse vagy sem, azért talán abból induljunk ki, hogy ez egy lehetőség arra, hogy otthon például békesség és nyugalom van. Ez az elsődleges, hiszen amikor valamilyen feszültség van, akkor nagyon sok családban annak a feszültségnek a levezetési formája az evésnek valamilyen megváltoztatása. Akár például a stressz miatt nem esznek, vagy esetleg a stressz miatt még többet esznek. És hogyha amúgy is van egy bizonytalan testkép, akkor ez a megváltozott evés, ez bizony megmutatkozik azonnal a testen is, az alakon és az alkatán is az embernek. Elsődleges ugye a békesség, a nyugalom megteremtése. A másik, ahogy az előbb is említettem, hogy a szülőknek nagyon fontos, hogy ők maguk tisztában legyenek saját magukkal, elfogadják a saját testüket. Erre nagyon sokféle önismereti módszer van ennek a támogatására. Az önismeret abban is segíti az embereket, hogyha mégis valami eltérést érzékel magán, akkor azt magáénak tudja be, és mondjuk ne projektálja rá a saját gyerekére. Nagyon gyakran találkozom a klientúrában olyan esetekkel, amikor a szülőknek van testképzavara, és ez mondjuk megmutatkozik a kisgyerekeknél az etetési, evési szokások kialakításában, vagy például mondjuk a testalakra tesznek különböző megjegyzést. Ez is bántalmazás. A verbális bántalmazás is bántalmazás, az érzelmi bántalmazás is bántalmazás. Ugye hallottam már olyat is, amikor a papa azt mondja a kislányának, hogy kis Dagi, ami nem is tudja talán fölmérni, talán viccnek szánja, hogy milyen iszonyú módon bevésődik annak a kislánynak a tudatába, és később is a dagiságával kezdi el azonosítani magát, mint egy beteljesítő jóslatként meg is teremtve azt, hogy akkor egy túlsúlyos testet fog kialakítani. És ugye ez hosszú távon nem csak egy mentális gond lehet, hanem egészségügyi kockázatok, veszélyek is várnak arra a páciensre, aki ezzel a testképzavarral küzd. Melyek lehetnek az ilyen egészségügyi problémák hosszú távon? Ó, igen. Igen. Vegyük például mondjuk az evési zavart, ami nem azonos a testképzavarral, de egy nagyon fontos megnyilvánulási formája lehet. Például mondjuk a túlsúlynak nagyon komoly szövődményei lehetnek. Úgy, mint cukorbetegség, úgy, mint magas vérnyomás. Általában, amikor megjelennek már testi tünetek, akkor elmennek az emberek orvoshoz, aki viszont a tüneteket fogja kezelni.
természetes módon, hiszen a testet valamilyen módon segíteni kell visszatalálni a saját egyensúlyához, és hát ha az okokat nem tudják, vagy nem ismerik, vagy nem tudják kezelni, akkor valamiféle gyógyszeres, vagy ilyen-olyan terápiás támogatást adnak a testnek. De ezzel még az okok igazából nem szűnnek meg. Vagy lehet például olyan megjelenése is, amikor bulémiásoknál gyakran hánytatják magukat, purgálják magukat, hashajtókkal bántalmazzák magukat, vagy túlzott edzéssel. Ugye amikor annyira kizsigerelik a testüket, hogy felszívódási problémák, tápanyagfelszívódási problémák jelentkezhetnek, ami egyébként egy minőségi éhezést jelent. Egyébként pszichológus szakembert mikor érdemes már felkeresni, akár hogyha a mi családunkban van testképzavarral küzdő, akár ismerünk olyat, hogyan lehet ezt megfogalmazni, hogy szerintem neked már segítségre van szükséged? Én azt gondolom, hogy ilyet nagyon nehezen fogadnak el az emberek. A legfontosabb az, hogy önreflexiónk legyen. És én azt gondolom, hogy arra azt tud rámutatni, hogy jól érzem-e magamat a saját bőrömben. És hogyha valami miatt nem érzem jól magamat, akkor ott lehet egy gondolat, lehet egy minta, lehet egy hitrendszer, amit követek, ami kialakítja ezt a szorongást, vagy ezt a rossz érzést bennem, amit mindenképpen érdemes egy külső segítséggel oldani, megbeszélni, gyógyítani. Hiszen ugye a saját vakfoltjainkra nem látunk rá, ezért is vakfoltok. Nagyon könnyen beletekerjük magunkat mindenféle olyan gondolatba, amivel bánthatjuk magunkat, és egyébként az önbántalmazásnak az elsődleges tárgya a testünk. A pszichológus szakemberek hogy tudnak segíteni ezen a problémán? Milyen terápiák vagy módszerek léteznek? Érdekes módon egészen korán a 70-es években volt egy amerikai hölgy, Virginia Satirnak hívják, aki a testképzavarnak a terápiás megoldását a családi terápiában látta. Tehát ő is felismerte azt, hogy nem feltétlenül az egyént egy közösségből kiragadva szükséges kezelni vagy támogatni a változtatásban, hanem bizony a környezetét bevonva. Ez egy nagyon fontos szemléletbeli különbség. Ezzel együtt ugye kevés olyan család van, ahol ezt tényleg annyira komolyan veszik, és azt mondják, hogy oké, hát akkor itt állunk melletted, és akkor járjunk együtt terápiára. Már nagyon-nagyon sokat tehet önmagáért az az ember egyedül is, aki mondjuk még nem jutott el segítőhöz, pszichológushoz, akár például azzal, hogy megfigyeli a saját gondolatait önmagát illetően. Ennek mondjuk egy nagyon jó eszköze lehet arra, hogy az, hogy mondjuk a fürdőszobában az ember, amikor a tükörrel szemben áll, akkor megfigyeli, hogy milyen gondolatok jönnek a testével kapcsolatban. Ezek általában ítéletek. Az, hogy dagadt vagyok, ronda vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok. Érdekes módon az is lehet egy ítélet, hogyha azt mondják, hogy szép, te szép vagy. Olyan kliensem is van, akinél ez egy megfogalmazott elvárás, hogy ő szép legyen. Elképesztő tehernek éli meg azt, hogy ő neki mindig szépnek kell lenni. Mindig tökéletes alakot kell mutatnia, hiszen gyakran szerepel kamerák előtt, gyakran figyeli őt nagyon sok ember, és azt érzékeli, hogy ő neki állandóan tökéleteset kell mutatni. Egyébként a bizonytalan énkép, az önbecsülésnek a hiánya gyakran perfekcionizmusba torkollik, ami egy hihetetlenül megterhelő attitűd az életben, hiszen nincsen egy etalon, hogy mi az, ami már tökéletes, és mindig valami képzelt tökéletesség felé törekednek ezek az emberek. És ahhoz, hogy az én képünk megerősödjön, milyen tanácsokat tudna adni, hogy valóban ne is jussunk el addig, hogy már testképzavarral küzdünk? Az én meglátásom szerint ez egy nagyon nagy segítség, hogyha nem azonosítjuk magunkat a testünkkel, akár a test, lélek, szellem hármasságát figyeljük,
És ennek mentén azt mondom, hogy és nem azonosítjuk magunkat a gondolatainkkal sem, és nem azonosítjuk magunkat az érzéseinkkel sem, és az a testi érzeteinkkel sem, hiszen mindegyiket van egy énünk, egy bölcsességünk, aki ezt megfigyelheti. Hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, hogy van egy nagyobb énünk, amelyik megfigyelője lehet ezeknek a folyamatoknak, akkor ott van az a pont, ahol be tudunk nyúlni, és azt mondjuk, hogy oké, ez az én testem, lehet, hogy hatással voltak a gondolataim arra, meg az érzéseim, meg az élményeim, meg a tapasztalásaim arra, hogy ez ilyenné alakuljon, de vajon, ha bármit megváltoztatok az életembe, az evési szokásaimat, a mozgási szokásaimat, az alvási szokásaimat, a gondolataimat, az érzéseimet, a test érzeteimet megfigyelem, akkor az vajon hogyan képeződik le a testemben is. Hogyan lehet ezt gyakorolni? Van esetleg erre is valami olyan trükk, amit mondottan is, hogy a fürdőszobában a tükör előtt? Erre vannak-e még esetleg valamilyen praktikák? Én mindig azt szoktam javasolni először, hogy kezdjünk el egy hála listát írni. A hála az manapság ilyen ezospiri körökben egy kicsit elcsépelt szó lett. Ugyanakkor, ha visszatérünk az eredeti jelentéséhez, és azt mondom, hogy tényleg elismerek valamit. Elismerek valamit, és ráadásul köszönetet tudok azért kifejezni, akkor a hála mellett már nem férnek meg az ítéletek. Tehát, hogyha akár egy túlsúlyos kliens eljön hozzám, és azt mondja, hogy de hát valahányszor a tükörbe nézek, akkor egyszerűen csak az, hogy utálom magamat, hogyan tudok ezen változtatni, akkor azt szoktam mondani, hogy nézd meg a testednek, csak azért hálás lehetsz, hogy ezt a túlsúlyt, amit rátettél, ezt viszi, cipeli, neked, veled. És még mennyi minden másért hálás lehetsz. Egy finom őszi barack illatát is érzed, egy finom kávénak az aromáját is érzed, süt a napként, ezt látod, fel tudod fogni az érintést, tudsz kapcsolódni. Azt látom, hogy nagyon sokszor elveszítik az emberek a kapcsolatot a saját testükkel. Én azt szoktam mondani, hogy ha szánnak arra időt, és ezt mondjuk szokássá teszik, akár minden este csak átgondolják, még jobb, ha még le is írják, mi mindenért vagyok hálás ma a testemnek, mi mindent tapasztalhattam meg általa ebből a gyönyörű világból, akkor ott az ítéletek egyre fogynak. Reméljük, hogy akkor most sokan megfogadják ezt a jó tanácsot. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mindezt megosztotta velünk. Köszönöm a meghívást, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!